Mexikói nyelven San Vegas. Sivatagi tájak tűnnek fel előttünk. Tequila, szellő, fehér homokos partok. Itt a világ leghosszabb félszigetének csücskén fekszik Cabo San Lucas apró városa. A hajdani unalmas halászfalu pezsgő turista központtá vált. Az előkelő szállodák és a több millió dolláros jachtok ellenére Cabo megőrizte csendes falusi karakterét, amely kifogyhatatlan az óceán parti szépségekből. Hogy mi köze van ehhez az óriás jachtoknak, a margarita koktélnak, a modelleknek és a pazar jacuzziknak? Nos hát, ez a dögös Cabo stílus. A finom tekilák és szivarok között eligazít minket egy valódi Cabo rajongó. Repülünk az égszínkék égen a végtelen tenger fölött. Vásárolgatunk Cabo csodás utcáin és a sikátorokban megbúvó antik üzletekben. Vakmerő kalandba bocsátkozunk a vízisportok legjobbjával és természetesen a szépségekkel. A bikini túra következő állomása Cabo San Lucas. Éljen Cabo San Lucas! A szépség nyomában. Bikini túra. Nemrég érkeztünk meg Bora Boráról, és mindjárt beszállunk a repülőbe, hogy folytassuk utunkat Cabo San Lucasba. Ezúttal két modell áll mellettem, Elena és Chrissy. Készen álltok, lányok? Készen vagyunk. Jól van, akkor induljunk és nézzünk körül. Köszönöm. Ezt nevezem én stílusnak. Cabónak magánrepülővel érdemes nekivágni. A repülő az egyébként kétnapos utat két óra alatt teszi meg, és San José del Cabo-ba repíti a lányokat. A Celebration egy 30 méteres megajacht, amely felveszi a versenyt Cabo legnívósabb hoteljeivel. A lányok nem teketóriáznak, azonnal átadják magukat a szórakozásnak. A sportos modellek megcsillogtatják műugró tudományukat. A hivatásos akrobatákkal is felvennék a versenyt. Fantasztikus volt. Nagyon élveztem. Először nehéz volt, de úgy az ötödik beugrás után belejöttem. Azt hittem, nem fog menni, de végül ráéreztem. Az orrom tele ment vízzel, de jó volt. Alig várom a folytatást. Elena vagyok Oroszországból, de Lettországban születtem. És először járok Cabóban. Imádom Cabót. Rajongok Mexikóért. Lebilincselő szépségű. Szeretem a szerelmesek partját, a tengert, a napsütést, a koktélokat. Nagyon kellemes. A hajó maga volt az álom. Fantasztikusan szép. És roppant kényelmes, mint egy fényűző villa a tengeren. Gyönyörűek itt a szirtek. Az ember megérkezik ide, és ez a látvány fogadja. A sziklák számomra lútformájúak, mintha a liba hátsóját ábrázolnák. Gyönyörűek. Már első pillantásra is káprázatosan szépek.
A forgatások alatt én önmagamat adom. Nem félek a kamerától. Otthonosan mozgok ebben a szerepben. Nagyon kedvelem ezt a munkát. A bikini túrával nagyon jó utazni. Rengeteg élményt kapunk. Repülünk, hajózunk, szép helyeket látogatunk meg. Nagyon kellemes ez az út. VIP baby! A bikini túra hamarosan folytatódik. Folytatódik a bikini túra. Fairey vagyok, Dél-Kaliforniából jöttem, és először vagyok Cabo San Lucasban. Találtunk egy szép sziklás részt, ahová felmásztunk, és ideális helynek tartottuk a forgatásra. Olyan volt, mintha sziklát másznék, alattam és fölöttem a nagy üresség. Egy hullám előtört a semmiből, és átbukott a fejem fölött. Energiával öntött el, és elevennek éreztem magam tőle. Hemperegtem a homokban, játszottam, nevettem, szögdécseltem a sziklákon. Ez volt életem egyik legjobb forgatása. A tengerparton forgatni kivételes jutalom, nincs ehhez fogható. Szexinek éreztem magam, leheveredek a homokba a napon, és lágyan cirogatom a hullámokat. Nincs ennél jobb. Hawaii és Cabo csodálatos forgatási helyszínek, de már azt is nagyon várom, hogy egyszer eljussak Ausztráliába, elutazhassak a nagy korallzátonyhoz, és megtapasztalhassam az ottani világot. A nap lassan telik az álmos kisvárosban, amikor a lányok tengerre szállnak, és egy újabb izgalmas kalandba bocsátkoznak. Ejtőernyővel gyönyörködhetnek Cabo égszínkék egében és a tenger végtelen habjaiban. Nem leszek vizes, ugye? Ne. Nem vagyok ideges, csak izgulok. Nem akarok beleesni a vízbe. Úgy érzem magam, mint egy cápának szánt sajtburger. Eleve nem fel fog falni. Gyerünk! Nagyon szuper volt, és igazán szórakoztató. Igaz, Martina? Láttunk egy fókát úszni a vízben, és madarakat. Gyönyörű volt. Kipróbálod? Megnézem madártávlatból a tájat. Izgulok, biztos nagyon szép. Ezt még sosem próbáltam. Kaprázatos volt, gyönyörű fentről a táj. A hegyek és a tenger, minden csoda szép volt. Látni lehetett az egész várost. Tetszett. Vessünk egy pillantást következő bikini modellünkre. Charmaine Espinoza vagyok. Panama városból érkeztem. Itt minden partszakasz gyönyörű. Egyik szebb, mint a másik. Minden csodálatos. Cabo San Lucas egy egzotikus hely. Nagyon tetszik. Cabo San Lucas is a place too exotic. I like that. Az ejtőernyőzés nagyon szórakoztató dolog. Nagyon szeretek ejtőernyőzni. Az elején egy kicsit féltem,
de utána elragadott a táj. Szeretnék újra suhanni odafent. Panamában modellként dolgozom. Reklámokban és fotózásokon veszek részt. A Hawaiian Tropic cégnek dolgozom, mert egy évre engem választottak királynőnek. Tengerparti forgatásokon kell részt vennem, fotózásokon, és szerepelek a tévében. Szexinek kell éreznem magam, hogy jó legyen a végeredmény. Amikor forgatunk, csak a kamera van jelen, és én. Ennyi. Ha Panamában járnak, szívesen elkalauzolom önöket. A lányok a hajókázás után gyalog folytatják útjukat, és felkeresik Cabo utcáinak híres kisboltjait, melyekben a két pezós bizsútól az egzotikus kézműves termékekig minden megtalálható. Miután megfordultak egy-két helyen, betérnek Cabo egyik híres családi üzletébe. Hello, José vagyok. Hello, José, köszönöm. Szia. Hello. Hello. Ez a harmadik ékszerkészítő generáció. A nagymamán kezdte el a vállalkozást 1940-ben, és mi a bátyámmal folytattuk a tradíciót. Azóta is mindent kézzel készítünk, nem úgy, mint mások, akik öntést alkalmaznak. Itt minden kézzel készül, és az ékszereket jellel látjuk el. Ezek egyedi termékek, melyeket a nagymamám, az apám, a bátyám és én készítünk. Így készítjük az ékszereket. Fogunk egy ezüstlapot, és megalkotjuk a mintát. Feldobjuk a munkadarabot egy szép motívummal. Először megrajzoljuk, aztán vésőt és kalapácsot használunk. Minden egyes ékszerünk kézműves munka és egyedi darab. Ha eltekintünk a levegőben töltött izgalmas percektől, van valami Cabóban, ami nyugtatóan hat a lélekre. Benne van a levegőben, a tengerben, a homokban. Lazuljunk el, és meglátjuk, hogy felismerjük-e, mi ez pontosan.
A bikini túra hamarosan folytatódik. Folytatódik a bikini túra. Hello, Chrissy Balentine vagyok Monticello-ból, Arkansasból. Ez egy visszanemtérő lehetőség, egy igazi álom. Magánrepülővel érkeztünk, és egy pompás jachton lakunk, ahol saját séfünk van. Ilyet még sose tapasztaltam. Az időjárás kitűnő. Ennél többet nem is kívánhatnék. A szerelmesek partján csodálatos felvételeket készítettünk. A hatalmas és gyönyörű sziklák között káprázatosan játszott a fény. Minden csodálatos volt. Vakítóan fehér volt a homok, és a háttérben csapkodtak a tenger hullámai. Az egész táj lenyűgöző volt, és biztosan nagyon szép felvételek születtek. Alig várom, hogy megnézhessem őket. A videófelvételek készítésekor teljesen feloldódtam. Először ugyan egy csepet zavarban voltam, de Dougnak sikerült ellazítania, amitől tökéletesen magabiztossá váltam. Elcsodálkoztam, miután megnéztem a felvételeket. Fantasztikus érzés volt viszont látni magamat a felvételeken. Az ember nem is gondolná, hogy ilyen tökéletes lesz az eredmény. Ez egyszerűen fantasztikus. Nagyon kellemesen érzem magam. A bikini túra csodálatos helyszíneken forgat. De ha választhatnék, szívesen elutaznék Thaiföldre. A filmek és az útikönyvek fotói alapján csodálatosan szép partok szegélyezik. Egyszer nagyon szeretnék eljutni Thaiföldre. A tequila készítők több mint 100 éve tökéletesítik a lepárlási tudományukat. Most beugrunk Cabo egyik tequila és szivar rajongójához. Isten hozott a J&J-ben. Hogy vagy? Jól, köszi. Hello. Hello. Hogy mint? Hello. Jól. Megkóstoltok néhány tekilát? Igen. Rendben van. Tudtok bármit is a tekiláról? Nem. Akkor ma ez megváltozik. Oké. Kinyitok nektek pár üveggel, hogy megkóstolhassátok a különböző tekilákat. Vannak fehér tekilák, amik érlelés nélkül készülnek. Vannak reposzádó tekilák, amiket 6 hónapig érlelünk. Az añejos, vagy más néven érlelt tekilákat 1 vagy több évig érleljük. Ez egy 3 éves añejo. Porfílióból készül, ami egy ritka tequila fajta. Már nem gyártják, úgyhogy élvezétek a zamatát. Ilyet már nem találtok a piacon. Ez egy 3 éves tequila. Finom. Nagyon jó. Éreztétek az édes ízt? Később lehet érezni az ízét. Pontosan. A végén jelenik meg a tölgyfazamat és az édes íz. Melyiket találtátok a legfinomabbnak? A porfíliót. A 3 éves tekilát. És te? Én a fehéret. Helyes. Én ezt. Tehát mindenki megtalálta az ízlésének megfelelő tekilát. Akkor most elszívunk egy első osztályú kubai szivart. Készen álltok? Igen! Rendben, akkor menjünk! Jól van, lányok, gyújtsuk meg a szivarokat. Tökéletes! Ez az. Lassan kezd el szívni a szivart. Ez az. Még egy kicsit. Remek! Gyújtsuk meg ezt a kuévát is. Köszönjük! Szívesen! Fantasztikus ez a szivar és a tekila. Örülök! És a társaság is. Köszönöm! Lássuk utolsó bikini modellünket. Martina Andrews vagyok, Tucsonból, Arizona államból.
Nagyon kellemes volt a fotózás. Talán ez volt a legjobb életemben. Csodás ez az egzotikus táj és az egyedülálló szépségű part. Az ejtőernyőzés szuper volt. Egy kicsit... Na jó, nagyon féltem, de sikerült leküzdenem. Fókákat láttam, és váltakozó színű, csodálatos tengert. Gyönyörű szép volt. A tequila kóstolás is nagyon tetszett. Nekem a fehér tequila ízlett a legjobban, mert édes volt. Az arany tequilát 6-8 hónapig, vagy akár egy évig is érlelik, ezért sokkal erősebb, de ettől még finom volt. A szivarozás is remek volt. Egy kicsit ugyan elszidultam tőle, ahogy beszívtam, de jó volt. Amikor forgatok, szexinek érzem magam. Olyankor a saját világomban vagyok, és én irányítom magam. Szeretem ezt az érzést. Ha választhatnék úticélt, én Fiji vagy Jamaica mellett voksolnék. Megyünk Jamaicába? Egyszer elmegyünk, igen. Az szuper lenne. Nem felejtjük el a finom tekilákat, a nyugalmat árasztó homokos partot és az ejtőernyőzést. Remélem, önök is jól érezték magukat. Találkozunk legközelebb a bikini túrán. Magyar hangok. Bánfalvi Eszter, Galambos Péter, Pupos Tímea, Ostorházi Bernadett, Eke Angéla, Kádár Lilla, Kerkai Rita, Márkus Sándor, Kisfalusi Lehel. Magyar szöveg Udvaros Melinda, hangmérnök Erdélyi Imre, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Aprics László. A magyar változatot az AXN megbízásából az SDI Media Hungary készítette.